Ez itt újra a Kanizsa Café színház az egész világ, és hát látják a feliratban, hogy van itt felkiáltójel, kérdőjel. Az ifjú hölgyekkel maradtunk erre a hétre. Természetesen szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Nikoli Gianna, Balassa Dominika, Molnár Bibi és Pávlic Era. Hát, ugye ez az egyik szakterülethez, a Városi Diák színpadhoz kapcsolódik, látszólag mert hogy én szeretnék majd az életbeli szerepekről is egy kicsit beszélgetni veletek, de hát azért maradjunk a Városi Diák színpadnál, erről meséljetek egy picit. Az mindig valami nagyon jó, nem látszik rajtam, meg talán nem is érződik, de én is voltam Diák színpados, meg egyetemi színpados, az mindig érződik egy közösségen, egy kisebb közösségen, meg a nagyobbon is, hogyha valami szellemi pesgés előfordul, és mondjuk a Diák színpad az egy igazi szellemi pesgésnek nevezhető. Na hát ti, és akkor erről szerintem mindenkinek van véleménye, hogyan pezsegtek szellemileg. Jaj, hát mi mindig pesgünk. Mi nekünk egy héten három óránk van próbálni. Olyan szinten pesgünk, hogy nem végzünk a három órába szinte semmivel, mert annyi plusz do dolog Igen. jön be, meg annyi érdekes dolog, meg bemutató, meg csináljuk meg ezt, meg tanuljuk meg azt, úgyhogy igazából mi folyton megállás nélkül pesgünk. De hát ezt ti jobban el tudjátok mondani, mint csoporttagok? Próbáljuk meg ezt jobban elmondani. Nanika? Kezdve. Jó, akkor kezdem én. Um, de három óra alig ha elég arra a hétre, mert egyszerűen mindig van mit csinálni, és mindig próbáljuk a legjobbat kihozni egy adott dologból, és ugye az időt követel, és néha elcsúszunk, vagy valami, és mindig próbáljuk betartani az időt, de szinte lehetetlen, mert mindenki imádja, amit csinál, és... Hát én személy szerint sajnálom, hogy csak heti három óra van, mert én bírnék jóval többet is, hát tényleg nagyon ebben? szeretem. Teszem fel az álnaív kérdést, mert hát ezt én is meg tudnám válaszolni, csak most én nem a ti helyeteken vagyok. Szóval mi a jó a diák színpadban? Mi a jó abban, hogy. Mások bőrébe bújunk. Mi a jó abban, hogy adott esetben egy picit tanulunk beszélni, beszélgetni? Mi a jó abban, tegnapi témánkra visszautalva, hogy nagyon sok mindent megismerünk a világból? Ugyan kérdőjelesen mondom ezeket a mondatokat, de hát uh, már lehet, hogy a válasz is benne rejlik. Számomra mindig örömbe menni hozzájuk. És uh, én nem régóta csatlakoztam a csapathoz. Régebb óta ismerjük ugye egymást. Nem régóta csatlakoztam hozzájuk, viszont egy olyan közösségben tartozni, mint a, a színpad, ami gyakorlatilag nem csak egy, egy közösség, hanem mindenki mindenkivel jóba van. Persze vannak súrlódások, de mindenki egy olyan személyiség, aki odáll és elmondja, hogyha valami problémája van. És én nagyon szeretem ezeket a kis bolondokat, akik néha nagyon ki tudják akasztani az embert, de ettől függetlenül, amikor például csinálunk egy új dalt, és látom, hogy ott vannak fenn a színpadon, és előtte nap szétüvöltöttem velük a fejemet, hogy nem hiszem el, hogy ennyit gyakoroltuk, és még mindig nem az igazi. És amikor a főpróbán ott állnak előttem, én hátradőlök, hogy jó, akkor lássuk és egyszerűen egy olyan fenomenális dolgot csinálnak, és, és ez valamilyen szinten a, a, mi eredményünk, hogy, hogy, hogy ez leírhatatlan érzés. Vannak, bocsánat, hogy ezt így kérdezem, de hát szerintem, szerintem vannak, de azért mondjátok meg, hogy ez rátok igaz, -e, hisztik. Vannak. Köszönöm Igen. az őszinteséget. Mert hogy ugye ebben a műfajban vannak hisztik, még ha az ember nem is úgymond profi színész, színművész, azért ez komolyan megterheli az idegrendszert és nagyon sok mindent. Tehát időnként elpattan egy húr, hogy a dollyról idézzük egy na, na, most itt ugye a, az elsődleges, és amit itt a szembe, tehát szemmel kell tartani, hogy itt, aki ebbe a csapatban van, az művész lélek. Na most a művész nagyon nehéz bánni. Ehhez még jön, hogy kamaszok, Jön, jön, jön az, hogy ugye a legfiatalabb tagunk most 8 éves, a legidősebb 25 éves. Tehát a korkülönbséget is nagyon nehéz szemre, szemre ö, is. Meg, meg ugye abból az, hogy mondjuk mi összeülünk az erebe, hogy na, mit csináljunk pénteken a próbán, és akkor gondolkozunk, hogy jó, hát mondjuk a 25 évesnek, meg a 15 évesig, akkor ez ez a program mehet, úgy, de az itt fiatalabbaknak ezt azért mégse kéne, mert hát mondjuk nem tudják, hogy miről van szó nagyon sok türelmet igényel tőlük azt, hogy odafigyeljenek arra is, hogy amíg mondjuk a kisebbekkel foglalkozunk, akkor a nagyoknak más feladat kell, és ugye amikor például fellépés előtt állunk, akkor ez feszültséget kelt és nagyon sok emberben ez vagy a hiszti, vagy a dűroham, vagy kiakadás, vagy morgás, és ezeket azért úgy kezelni is kell, és amikor egymást kezelik, úgy mond a, a srácok, egymásra szólnak rá, hogy hát fejezd be, meg most ezt miért kell csinálnod, abból szokott általában kialakulni a párpatvar és a veszekedés. Szerencsére ebből azért kevés van. Az meg egy vásári komédia alapja is lehet. Így tehát van, egyébként de. azt tovább lehet fejleszteni, ha tetszik. Tavaly a amúgy be is mutattuk, hogy hogy egy próbánk, és a közönség nagyot derült rajta. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még ezt is át lehet fordítani, mert akárhogy nézzük, tudja mindenki a csapatba, ugye mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az önismeretre is, és a csapatépítésre, és mindenki tudja magáról, hogy ő milyen habitusú, Euh, hogy esetleg hiszt is, vagy nem hiszt is, és pont a hölgyemének készültünk névnapi ajándékkal, öt szituációt készítettünk a számára, amiben őt mutattuk be, onnantól, hogy ő beiratkozott a csapatba, és, és jutott el. Így van, és abba az egyik, az külön erről szólt, hogy a leányzó is néha azért elő tudja adni, ugye, de mindannyian, tehát én, mint csoportvezető is néha tudok hisztizni, Szerintem ez inkább az a fő kérdés, hogy mennyire fogadjuk el egymást ilyennek, és szerintem ez nálunk nagyon jól működik, mind magunk irányába, mind a többiek irányába. Úgy szeretnélek most egy picit bemutatni benneteket a nézőknek a következő kérdéssel, hogy áttételesen nem magatokról kérlek, hogy beszéljetek, hanem a kedvenc vagy a hozzátok igazán közel álló szerepről. Ami esetleg jó lenne, ha egyszer meg lenne, vagy ami már megvolt, és föl lehet idézni, és hogy ez tényleg az ember, ha személyes dolgot kér, akkor magából is adjon valamit. Én az Odysseus szerettem legjobban, magam voltam Odysseus, egy hát egy vígjátékban, annak idején még diák színpadosként, egy szál lepedőben játszottuk ezt a történetet, és kifejezetten jó volt. Jó ennyit így, hogy mindenkinek megjöjjön, vagy megjöhessen a bátorsága, és talán ebből akkor lehet következtetni, hogy kiben mi rejtezik így a, a színjátszáson keresztül is. Kezdjék a legfiatalabbak, talán. Hát, nekem olyan nagyon Pontos szerepem még nem volt, de most úgy tűnik, hogy lesz, illetve amikor kisebb voltam, akkor imádtam, hogy kilenc éves voltam azt hiszem, és beleírtak a szövegkönyvbe külön egy szerepet nekem, és tényleg hát, na, én imádtam kis tündérkét játszani, Szerintem az az egyik legmeghatározóbb élményem volt, amikor volt az előadás, és akkor nekem az előadás közben esett le, hogy most miről is szól a darab. De az még az utolsó előtti pillanat talán. Tehát... Igen, de tényleg nekem az nagyon, nagyon jó élmény volt. Dominika? Hát nekem, még, nekem sincs még annyira olyan fontos szereplő, akit aki nagyon-nagyon tetszene. Hát, hogy, hát, olyan nagy szerepem még nekem sem volt, ugye Babika voltam, de, de már az is nagyon-nagyon tetszett nekem. Babika kicsoda? Hát a nagymamába volt egy kis szereplő. A nagymamának a pártfogoltja. Hivatalosan a... ez nem szerepelt a szövegkönyvben hanem ugye nagyon fiatal volt a leányzó. Meg a Bibike is, azt hiszem te is őt kaptad, vagy, vagy no. nem. te másikat. Uh -huh. Ö, a, nem igazán tudtunk volna más szerepet adni a lányzónak, és beleírtuk a szövegkönyvbe külön ezt a, ezt a kis jellemet emberkét, és, Igen. és ő vele úgy is dolgoztuk, már ki a, az összes jelenetet, hogy külön szöveggel, külön mozgással, és ö, csak ő ráépítettük igazából. Igen. Még miért ti válaszolnátok, csak egy közbevetőleges kérdés, de aztán a kérdés hozzátok is szól természetesen az eredeti, hogy ö, itt így nagykanizsán átírjuk a világirodalmat, hogy valakit becsempészessünk egy-egy darabba? Igen. Igen, Igen. ez Igen. Így Sa sajnos ez, ez úgy működik, hogy ugye nagyon forrásunk nem sok van, és mivel mi egy független diák színpad vagyunk, így bárki jelentkezhet. Na most, hogyha én csinálok egy színdarabot, akkor nem mondhatom azt, hogy én nekem mondjuk kell öt fiú, hat lány, ilyen korosztály, ilyen jellemmel is lehet jelentkezni, hanem akkor akik bennem vannak a csapatban, mindenkire szeretnék appellálni, illetve olyan darabot csinálni, ami, amiben ugye mindenki szerepet kaphat. Ha ez nem sikerül, akkor fogom a szövegkönyvet, átolvasom négyszer-ötször, és ha kell, akkor átírom. Tehát, hogy mindenkinek legyen valami. Jól éreztem én ezt. Na vissza az eredeti kérdéshez. Én nekem a leges, legközelebb, hozzám legközelebb álló személy, a Tótékból a Mariska szerepe, az Jó Lajosommal együtt. Én nekem, én úgy gondolom, hogy amikor a Zsanna kiválasztott engem erre a szerepre, a, 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 szerintem a, ne hogy ezt mondom, a lehető legjobb döntést hoztad ezzel. Biztos. Tehát a, a markáns parasztasszony, az a modern formában vagyok, <laughs> é, és gyakorlatilag a saját viseletemmel játszhattam el a, a az emberkét, és tényleg nagyon-nagyon közel áll a szívemhez ez a szerep. Köszönöm az őszinteséget, mert azért itt elhangzottak súlyos félmondatok. Visszatérünk. Hát nekem kettő van szerintem, ami meghatározó. Az egyik az a Molière tártűkből Ámira szerepe, és ez leginkább azért, mert az volt az első színdarab, amit színpadra állítottam, és mindenki tudja a csapatban, hogy én vagyok a tyúkanyó, Ebben igen. a, igen, ebben a kis oldban. és az a szerep szerintem pont arról szólt, ugye egy fiatal nőt játszottam, akinek gyereke van, férje van, tehát pont a számomra megfelelő szerepkör volt. A másik pedig, amit majd most fogok játszani, a makrancos kata, mert hogy a csapatban nálam makacsabb összvér nincsen, és ezt amikor először beszéltük a szövegkönyvet, hogy mi legyen, akkor ami nagyon-nagyon jól esett a csapattól, egyből mindenki azt mondta, hogy akkor az a főszerep az az enyém, egyrészt mert szeretnének újra velem játszani a színpadon, másfelől senki nem tudná elképzelni magát olyan makrancosnak, mint, mint engem. Na innen vezessük át a beszélgetésünket a színpadon kívüli szerepekre. Mert ugye folytathatnánk, nem kérem, hogy mondjátok föl, de ugye színház az egész világ, ezt pontosan tudjuk, és hát az a hosszú-hosszú, nem is annyira hosszú néhány mondat, ami ezt követően következik, az gyakorlatilag leírja a mindenkori világot, a mindenkori társadalmat. Ha tetszik, ha nem, ha bevalljuk, ha nem, mindenki a saját közegében, a saját környezetében játszik szerepeket, mert hogy kell. Igen. Kell? Néha kell. Milyen szerepeket játszunk? Én most itt azt játszom, hogy műsorvezető vagyok. Ez is egy szerep, és nem biztos, hogy nekem jól áll, de most hát, ezt rótta rám a jó Isten, de, de egyébként milyen szerepeink vannak az életben? Hát én nekem egyértelműen szerintem ez a majd, hogy nem anya szerep. Nem csak a próbán foglalkozom a tanítványaimmal, hanem a magánéletben is rengeteget, és én azt vettem észre, hogy, hogy egyre inkább most már afelé megy ez a dolog, hogy ugyan vannak barátaim a csapatba, de ővelük is inkább anyáskodom. Nem tudom ezt levetkőzni. Tehát ez most már nyolc éve. Mindenki viseli, meg. tűri, kedveli, okay. elfogadja, néha egy kis ellenállásba menekül. Hát van, van olyan, amikor azért nehezebb ezt így elfogadni, főleg amikor ugye valakit le kell szúrni, mondjuk, és akkor odaállok, hogy hát... hát igen, mert egy anyának néha meg kell mondani a tutit. Így van. Tehát az és... anya nem csak mindig kedves. Va, van olyan, amikor ugye ez így az elején annyira nem, és akkor azért így a végén csak-csak kiderül, hogy jaj, hát köszönöm szépen. Volt ilyen esetem, hogy leszúrtam valakit, és aztán neki állt puffogni. Annyiban maradt a dolog, majd három hónap múlva, amikor beszélgetünk, ugye folyamatosan ugyanúgy járt a próbámra, de három hónap múlva odaállt elém, és megköszönte. Mert, mert akkor neki azt kellett, hogy valaki elmondja a véleményét, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az örök anyuka szerep, ez meg is fog maradni egy darabig. Erre? Én igazából ö, olyan személyiség vagyok, aki nagyon nehezen nyílik meg mások felé. Ö, igazából nem tudom, hogy ez miért alakult ki bennem, de van egy ilyen bizonyos fal és állarc előttem, és a, a falat, aki átugorja, ő vele tényleg nagyon jó viszonyban vagyok. Viszont, hogyha valaki tesz felém vagy a környezetemben, Rossz döntést, ami hatással van rám, vagy esetleg a környezetemben lévőkre, én nagyon nehezen tudom megbocsájtani, és nagyon nehezen tudom azt elfogadni, hogy valaki esetlegesen mondjuk hozott egy rossz döntést, és nem vállalja a következményét, hanem inkább hátat fordít és, és elmenekül. De ez talán nem szerep, hanem ez neked belülről jön. Tehát ez nem magadra öltöd? Lehetséges. De um. azt a részét bocsíka közvilágok azt magára ölti, hogy próbálja ugye azt játszani, hogy egy fal van, és hogy nem. nem mondhatni, hogy néhány ember, eszembe, hogy nem ére semmit, nem érdekel a dolog, és közben meg aki ismeri, azt tudja, hogy nagyon-nagyon fáj neki, hogyha például megbántják, de ezt ő nem mutatja kívülre, és szerintem ez is egy szerepfajta. Igen, én, én nem szoktam kimutatni azt. A boldogságot, meg az örömöt mindig. Tehát azt, azt bármikor ki tudom mutatni mások felé. Viszont az, hogyha engem megbántanak, vagy bánt belül valami, én, én azt szeretem inkább magamban tisztázni, és magammal lezárni a dolgot. Az iskolában, így fiatalon vannak-e szerepek? Amikor átlépjük az iskola kaput, megpróbálunk-e Picit részben vagy akár teljesen másnak látszani, mint akik otthon vagyunk? Hát szerintem igen. Nagyon-nagyon sokan szoktak úgy lenni, akik. Hát például vannak olyan ismerős, akik átlépik az is kaput, és teljesen máshogy viselkednek. Tehát, hogy otthon, egy családi környezetben nagyon-nagyon-nagyon nagyon aranyosak, nagyon aranyosak tudnak lenni, de az iskolában egyszerűen megváltoznak. Tehát a kezesbárányból farkas lesz akár. Mi ennek az oka? Miért kell másként viselkednünk, kiterjesztve nem csak az iskolát, hanem a munkahelyet és a különféle közösségi részvételünket? Miért nem lehetünk minden esetben önmagunk? Mert ugye az lenne a jó, az lenne a legidálisabb állapot, hogy nem kéne gondolkodni, hogy kinek mit mondok, hogy ki előtt játszom el, hogy Erős pasi vagyok, és kielőtt játszom el, hogy hát tulajdonképpen azért én is egy kedves érző lény vagyok. Tehát, hogy hogyan válogatunk a, a szituációkban, hiszen az mind-mind egy szerep, ami nem száz százalékban önmagunk, az onnantól kezdve, ha részben is, de egy szerep. Hát az életben, az iskolában, mindenféle helyen, Például nálam az iskolában így alapból meg van határozó, hogy ott erősnek kell lenni, mert hogyha egyből kimutatod a gyengeségedet, akkor így egyből kapod a nyilvesszőket a hátadba. Nem mindenkinél van így. Azért, állj meg egy pillanatra, megőrülök. Ilyen fiatalon ennyire erős a parti? sajnos a mostában az iskolákban ez a szekálás, piszkálás megy. Szóval azt nem lehet leállítani. Lehet, hogy a tanárok nem tudnak róla, de azért az Ajtók mögött mindig vannak problémák. És akkor be kell mennünk, és erősnek kell mutatkoznunk, mert egyébként a, 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 a csorda megöl? Nem, nem mindig, de vannak olyan szituációkban, amiben megköveteli, hogy igen. És akkor mondjuk ezt a szerepet, az erős szerepet az ember hogyan találja ki magának? Tehát, hogyha valaki nem erős alapvetően, akkor hogyan tudja erősnek mutatni magát? Ebben a szituációban akár gyakoroltam, mondhatni úgy. Um, tényleg nehéz, de egy idő után, amikor már, már megismered magát az iskolának a közegét, és tudod, hogy hogyan kell viselkedni, akkor már jóval könnyebb. Meg ahogy az ember egyre nagyobb lesz, Igen. ugye ő kerül majd egyre inkább a piramis csúcsára. Igen. Ott már talán minél idősebb valaki, egyszerűbb talán megoldani az ilyen helyzeteket, mert hát az alsóbbi folyamosok nyilván nem cseszegetik, mert nem merik. Hát, Ezek szerint van egy erősorrend az iskolában én is. például kivételesen nem szeretem, hogyha így egy más embert, egy más jellemet kell a való életben játszanom, mert azért tényleg színpadon teljesen más. De ha a való életben egy teljesen más embert mm. alakítok, akkor nekem lelkiismeret furulásom, bűntu bűntudatom lesz, hogy úristen, én most nem is magam voltam, most most ezt miért csináltam? És tényleg, én, én például kivételesen nem tudok más szerepet felvenni, mint amilyen vagyok, mert az saját magamnak rossz. Szóval még az iskolában is. Néha inkább mutatom azt, hogy gyengébb vagyok, mint a, amilyen erősnek kellene lennem, de inkább maradjak önmagam, mint hogy egy másik ember. Kössük össze ezt a két témát. Mennyiben segít a mindennapi szerepformálásunkban az, hogyha színpadon egyébként játszunk, és ott ugye kötelező Más-más szerepet, arcot magunkra húzni. Mennyire erősíthet ez, mennyire adhat adott esetben taktikát, technikát, praktikát, mert ha el tudok játszani egy házártos parasztasszonyt, bocsánat, akkor lehet, hogy a szövegkönyvből, vagy a jellemből, vagy a darab hangulatából tudok építkezni, hogyha az életben el kell játszanom azt a bizonyos kőkemény asszonyt, aki odaáll a kerítése kapujába, és azt mondja, hogy na ti itten nem jöttök be, akkor az lehet, hogy jobban megy, gondolom én. Ha érthető, hogy mit akarok nyökörögni. Igen, hát igazából én ezt úgy gondolom, hogy a, Szövegkönyvből ők is egy kicsit formálódnak. Tehát minél több ismeretanyaguk van arról, hogy milyen jellemek, milyen jelen vonások vannak bizonyos embereknél, ők is tudnak ebből építkezni. Én úgy gondolom, hogy ők még alakulnak tehát még nincs kiforva az igazi egyéniségük már itt, ott azért bujkálnak, de, de még nincs az, a, az az egyéniség, mint mondjuk már nálunk, hogy tudjuk céltudatosan, hogy én ilyen vagyok, és ezen már nincs mit változtatni, viszont ők még tudnak, és ennek van pozitív és negatív oldala is. Tehát, hogyha mondjuk ők eljátszanának egy olyan hölgyeményt, aki én megmondtam meg ilyesmi, és közben ők nem ilyenek, lehet, hogy vannak olyan szituációk, ahol viszont jó, hogy ők ezt már egyszer eljátszották a színpadon, mert el tudják mondani, hogy de akkor is az én akaratom. Akkor tehát ez segítség, a színpadi munka és a, a diák színpad az. Nem csak egy élmény, meg egy közösség, meg egy kicsit az agycsiszolása, hanem tulajdonképpen akár ilyen fiatalon az életre is lehet készülni. Ha jól fordítom ezt így. Igen, hát meg itt elsődlegesen szerintem nálunk nem az számít, hogy színpadon szerepel valaki hanem maga az a közeg, amikor ő belép a csapatba. Tehát ugye itt most a Bibi mondta, hogy nagyon nehéz néha az ő korosztályoknál. Én is azt vettem észre, hogy azért a gyerekek tudnak a legkegyetlenebbek lenni egymással szemben. És ha bejön a próbára valaki, akinek mondjuk rossz napja volt, nálunk bátran elsírhatja magát, elmondhatja, hogy mi bántja, és nem kell attól félnie, hogy mondjuk ő gyengének mutatkozik, és a többiek Támadást indítanak ellene, vagy mondjuk később felhasználják ezt a, ezt az információt, amit átad, hanem lélekben is erősítik egymást, tanácsot adnak egymásnak, és ez nagyon fontos, hogy a több korosztály együtt tud tanácskozni ezeken, és mondjuk több nézőpontból látja azt, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Az egyébként szerintetek átlátszó, vagy észrevesszük, hogyha valaki velünk szemben a mi környezetünkben szerepet játszik? Tehát, hogy könnyen kiismerjük egymást most a színpadon kívüli életről beszélek? Hát én azt mondom, hogy az utóbbi időben történtek után nem lehet tudni. Sajnos ez bizalmi játék. Igen. Nagyon erősen. Ez kétségtelen tény. És hogyha valaki elrúgja a pöttyöst és elveszíti a bizalmat, akkor utána már játszhatok kármit, uh, nem? A mi csoportunknak igazából az a mottoja, hogy mindenki hibázhat. És uh, nagyon sokszor. Korát. Igen, épp ez az, hogy nagyon sokszor volt olyan, amikor kisebb vagy éppen nagyobb hibák után leült a csapat beszélgetni, és engem mindig meghatott az, hogy akármi történt, a csapat végeredményben mindig próbált új bizalmat szavazni. De úgy gondolom, hogy eljön az az idő, amikor már azt kell mondani, hogy nem nem szabad ö, megbízni valakiben, mert, mert hosszú távon több fájdalmat okoz és több bizonytalanságot. De ugye azt is szokták mondani, hogy a, az őszinteség hosszú távon kifizetődő, rövid távon időnként jobb, ha az ember egy-két trükköt bevet. És ezt szerintem, ha nem is nagyban, de szerintem mindenki csinálja. Persze. Igen. Mert hogy ilyenek vagyunk, így vagyunk Igen. összerakva, meg, meg ilyen a közegünk, meg ilyen a társadalmunk. Tehát így nyílt a minden partiba beleállni, nem lehet, mert akkor előbb-utóbb mágiára vetnek. Tehát amikor mindig megmondom a véleményemet, akkor én elvesztem egy hónap után egy adott közösségben. Hát igen, mi is szoktunk olyat csinálni az erával, hogy lemegy egy ének, és inkább a fülünket fognánk be szívünk szerint olyan rossz volt, és akkor csak mosolyunk, amíg nagyon szép volt gyerekek, csak így tovább. Tehát... Tényleg? Nem, dehogy is, nem. nem, nem. így a műsor végére, de ez meg, szóval? a, ez meg, ugye a, ez kegyes és építő hazugság, mert igen, hát lesz az igen. jobb is talán. De a, az előadásokon még nem hagyott minket cserben a csapat, tehát. Igen. Tehát mondjuk például egy munkahelyen azért nem mondhatom meg a főnökömnek, hogy te hülye vagy. De, hogyha, még, hogyha az De a véleményem. mondhatod, nem. csak holnap már nem lesz az a munkahely. Igen, tehát azért következményei vannak a dolognak, és nem mindig szabad annyira őszintének lenni. Én például nagyon őszinte ember vagyok, tehát én, ha régebben nem volt bennem ez a kontroll, tehát ami a szívemen az a számon, így belemondtam az ember szemébe, Hát azért az idő során azért én is megtanultam, hogy nem mindig szabad ilyen céltudatosan őszintének lenni. Hát akkor játsszuk továbbra is a szerepeinket, holnap a hölgycsapattal várjuk vissza önöket. Köszönöm, hogy itt voltatok önöknek a figyelmet, viszontlátásra.